Kezdjük ezúttal kivételesen a végén, a pillanat, amikor felrobbant a Raktár utcai csarnok. Ahhoz, hogy ilyen katarzis legyen, persze kellett a meccs korábbi része is, így az, hogy ezúttal a vendég Pusztertál Wölfe szerezzen korán vezet, és gyakorlatilag első kísérletéből Szíle ért oda egy kipattanóra, amivel eldőlt, hogy most a volánnak kell futnia az eredmény után. Jól reagált a Fehérvár, de egyenlíteni csak a második harmadban sikerült, igaz annak a legelején. Hári készített elő is kurált lövése talált utat a kapus lábai között a kapuba, vagyis kezdődhetett minden előről a rendkívül kiélezett és feszült hangulatú meccsen. És megint nem a mieink kerültek előnybe, mert még ebben a harmadban egy visszaszerzett koronggal újabb gólig jutottak a dél-tiroliak, Morley húzta be a mattot Roának, és mivel a kis szünetig nem sikerült egyenlíteni, igencsak nehéz harmadik harmad várt a Volára. Már csak bő 5 perc volt hátra, amikor az ember előnyben máskor hatékony vendégektől Hári korongot csent és remek mozdulattal emelte felszólója végén a jobb felsőbe, vagyis ember hátrányos góllal egalizált ismét a Volán. A feszültség csak nőtt, Katenaccit sípszó utáni durvaságért végleg leküldték, és kettős ember előnyben is voltak a fehérváriak, de úgy tűnt hiába ezúttal is hosszabbítás dönt. Aztán jött, amit már láttunk, mindössze 3,7 másodperc volt hátra, amikor immár szimpla előnyben kurált még egy utolsó paszt eljutatott Campbellhez, akinek lövése után talán még a szeizmográfok is jelezték a hangrobbanást, ami megrengette a csarnokot. Valóban az utolsó pillanatban nyerte meg 3-2-re a második meccset a Volán, ezzel 2-0-ra vezet a párharcban, és így utazhat a két idegenbeli mérkőzésre. Ma se sikerült úgy kezdenünk a mérkőzést, ahogy szerettük volna, viszont ugye a tegnapi forgatókönyvhez hasonlóan sikerült megfordítanunk a találkozót, hál' Istennek most még a extra időre se volt szükség, úgyhogy következő mérkőzéseken majd igyekszünk az első harmadban is valami hasonló teljesítmény előrukkolni. A továbbjutáshoz 4 győzelem kell, csütörtökön és pénteken a Pusztertál otthonában szerezheti meg ezeket a Fehérvár. Ha szükség lesz újabb hazaira, azt jövő hétfőn rendezik a Raktár utcában.